A Tanulj velünk magyarul tankönyvpótló sorozat harmadik része a korábbi részekhez hasonlóan a magyart környezetnyelvként tanuló diákok és az ezeket a tantárgyakat oktató pedagógusok számára készült. A könyv szerzői Pámel Gizella és Vojnek Csorba Adrianna. Online tananyag is tartozik hozzá. Változatos feladatok, tudásellenőrző kérdések várják a magyar nyelv iránt érdeklődő diákokat. Vannak multimédiák, visszacsatolások, kiértékelések, stb. Úgyhogy igazából ez az, amivel több egy online tanfolyam, mint egy tankönyv. Nem beszélve arról, hogy itt látjuk a felhasználóknak az aktivitását, látjuk, hogy mennyi időt töltöttek el az online felületen, mennyire válaszoltak jól, vagy pedig rosszul. Az online tananyag 72 fejezetet, 49 oktatóvideót, valamint mozgásos videókat is tartalmaz. Kolléganőnk Friedrich Gertrud tulajdonképpen ezeknek a tartalmaknak az arca. Ő ejti ki a hangokat, szavakat és mondja el a feladatokat. Az én szempontomból ez nagyon érdekes feladat, mert hogy az egyik szakmámat, a másik szakmámat tudom benne ötvözni, de mégis valamiért új számomra is, és nagyon jó dolog, hogy én lehetek ennek az arca, nagyon szeretem csinálni. A tankönyvpótló a többi között az iskola, az otthon, a család, a számok, a formák és az ünnepek témakörét dolgozza fel. Nyelvtani beszéd és az írásgyakorlatokra is fókuszál. Megjelenését az Oktatási Minisztérium támogatta. Az a tény, hogy ez már a harmadik része a könyvnek, azt jelzi, hogy ez egy sikeres projektum, amiben most már ugye harmadik éve az Oktatási Minisztérium támogatásával végzünk, és én bízom benne, hogy sokan fogják használni, és azok is használják, akik az oktatáson belül, illetve nem formális oktatáson belül szeretnék elsajátítani a nyelvet. A szerzők a Tanuljunk Együtt Magyarul legújabb kötetét is a Magyar Nemzeti Tanács, valamint a Fórum Könyvkiadó Intézet megbízásából készítették el.